hazámban foglalták először írásba a lelkiismeret és a vallás szabadságot a 16. század közepén. Napjainkban is példát vertnek rólunk, hiszen nálunk senkit nem ér fenyegetés, üldöztetés vagy joghátrány hitbéli meggyőződése miatt. Ugyanezt az EU legtöbb tagállamáról nem lehet elmondani. Az EU vezetése idegen kultúrákból származott tömegekkel árasztotta el kontinensünket, aminek következtében a keresztény ellenesség hátborzongató méreteket öltött. De nem csak a radikális iszlám egyre aggasztóbb terjedése jelent fenyegetést, hanem a liberális ideológiák fanatikus hívei is, akik tagadják és támadják azokat a hagyományos értékeket, amelyek Európát nagyjátették. Toleranciát követelnek magukkal szemben, miközben félelmetes intoleranciával viseltetnek a keresztény szimbólumok iránt. Franciaországban lángolnak a templomok, Németországban lefejezik a betlehemes jászol szentjeit. Ez a valódi szélsőség. A modern szabadságjogok is a kereszténységben gyökereznek. Ha az EU nem védelmezi a keresztény hagyományait, a saját sírját ássa meg.